Köszönöm szépen a szót, Tóth Attila vagyok. Én a megyei önkormányzatok országos szövetsége nevében kell, hogy nyilatkozzam, de én polgár is megnyilatkozom. Azt kell mondjam, hogy elmondta a professzor úr, hogy sok mindenben egyetértünk, mert hát minden megszólalva a miniszterelnök úr, a főkapitány úr állapotáról is maximálisan egyetértünk. De azt gondolom, hogy a polgárosi az elmúlt 20 évben tényleg elérte azt, hogy másokat elmondom, hogy megkerülhetetlen szerepel a közbiztonság területén. Ez fix, ezt le lehet szögezni. Az is látszik, hogy egy folyamaton ment keresztül a polgáros. Azt mondta, hogy egyik faluban, amikor erről beszélgettünk, a Nyugdíjban megyében, hogy indultunk a gőzmozdonyba, és már villanyoton jön a megyében. És nem tudjuk még a sebességük, lehet, hogy gyors vasúttal így indulunk érünk, de jó az irány, azt látom. Szükség van rá. Kis falvakban az emberek, el is adok példaképpen, számítanak a polgára. Rengeteg olyan esemény van, olyan bejelentés, különböző hatóságok részéről, nem csak rendőrségi bejelentés, hanem katasztrófa kapcsán is részt vesznek a polgárok ezen a munkában, számítanak rá. Azt gondolom, hogy elérkezett az a folyamat, jelenlegi rossz volt a gazdasági helyzetnek, igazából ez a pozitív üzenet, hogy az embereknek próbálnak összetenni, és amíg van, azt próbálják összetenni. És én azt látom, hogy ez egyre jobban megmutatkozik a lakosság részéről, és ez a pozitív üzenet abból is megjelenik, hogy ezt a, hogy is fogalmaznak egyszerűen, senki nem váltsak meg a társadalmi rétegben, nem oda élő emberek is próbálják megfelelően kezelni adott település részeket. Azt mondom, hogy egy adott településen a polgárőrségen látszik, hogy ha jól működik a polgárőrség, akkor a polgármester is jó. Hát mindig mondjuk, hogy a fejétől bűzlő hal, de egy településen a polgármester jó, akkor a polgárőrség is jó. Tipikus példában, és megint nem akarok nevet mondani, mely településen hangzott az elvonálom többször elhangzott, ahol jól működik a polgárőrség. Az adott kisebbség, amikor este megy, nem bevásárol, hanem más irányba, akkor azt mondja, hogy ide nem menjünk lopni, mert itt jók a polgárok, menjünk a másik faluban. És egy jelzésképpen ez a humor része, de sajnos ez tény is való, hogy erre is számít. A másik nagyon nagy dolog, hogy polgárőrségnek vannak különböző problémák, folyik oktatás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány volt, hogy elértük azt, hogy most már csak úgy lehet valaki polgárnak, ez egy adott vizsgálat. Pozitív dolog volt, a rendőrség részéről is közösen készült a tananyag, és ebben is reményeim szerint lesz egy olyan minőségi változás, amiben a meglévő polgárnak sem lesznek egy adott vizsgálat. Tényleg segítsük a polgárnak, amit ellátnak, a besíkocsát segítsük, a rendőrnek a szolgálatját el, azt gondolom, hogy így sincs probléma. És ami nagyon pozitív dolog, az egyiskola egy polgárnak program. Nekem nagyon pozitív a visszajelzés minden önkormányzat részéről, hogy kisebb településeken, nem is nagyobb településeken, azon iskola részeknek, vagy óvodának, vagy esetleg idősek házának, ahol polgárok teljesítenek szolgálatot, csúcsforgalmi, iskola kettés, hol és végezéskor, nincs baleset. Ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát nincs baleset ezeknek a helyeken, amilyen baleseti pontoknak voltak végekre. Azzal, ami csúnya példát mondok, amelyikor egyébként látható, hogy kiállt valaki és jelentett a forgalomban. Azt mondom, ez egy nagyon nagy dolog, és a gyerekek valamilyen szinten fel tudnak nézni, és itt van a példa, amit lehet mutatni. Azok a köztisztetben álló személyek adó településen, ha megnyilatkozzák és felmerik vállalnak a polgárőrséget, de egy ilyen két feladat a tökéletes. Reggel 7 órán, 8 óráig az unokáért bármilyen megtenni, hogy szívesen, ha az egészség megvéd és van szabad, gyerek meg kell szívezni. Van egy példakép. Másik dolog, amiben elindultunk, én most nagyon tudom, hogy egy példát mondom, egy olyan képzést indítottunk el, olyan szakközépiskolákban, ahol van 5 éven közbiztonság tantárgy. Közterületfejlődőket tanulnak, bármilyen szintű képzés, ez pozitív a fordulat. Osztályfő nélkül volt keretén, próbáltuk megismertetni a polgárőrséget a fiatalokkal, és azt mondja, pozitív volt a visszajelzés. Nyári gyakorlatot lehet letölteni a polgárőrségnél. Mondom, mind-mind olyan példa, ami tényleg hasznos lehet és számít. És most visszatérjük a megyei önkormányzatok részéről, én azt látom, és azt kell mondjam, hogy most elnök úr szavait mondanám, szűjtsen elnök úr szavait, amely szerint azt üzeni Úros elnök úrnak, hogy tehát ha nem ilyen elnök, a polgárosság lehetne még tartva most a polgárosság, és reményeink szerint sokáig tudja még ezt a munkát ellátni, mert nagyon nagy szükség van a polgárosságra, mert adott kis településeken nem lenne rendőrség közbiztonság, a rendőrség jelenleg a tehetsége mellett, hanem ebben.